48 órás kijárási tilalmat rendelt el a gázai övezetben a Hamas. Miután hétfőn először igazoltak koronavírus fertőzést az enklávén kívülről hazatérőket fogadó elkülönítő központokon kívül, az Al-Magazin menekült táborban. Két napra bezár minden munkahely, oktatási intézmény és mecset. A hírre a gázai övezet lakói megrohanták az élelmiszerboltokat. Az izraeli blokkád alatt álló enklávéban két palesztin él összezsúfolva, a felük a szegénységi küszöb alatt. Ha a vírus elszabadul, annak a következményei beláthatatlanok. Ráadásul az elmúlt hetekben a térséget irányító Hamas rakétákkal támadta Izrael déli részét, Izrael pedig légicsapásokkal és a blokkád szorosabbra vonásával válaszolt. Emiatt be kellett zárni a gázai övezet egyetlen elektromos erőművét is, ezért az enklávéban csak mintegy napi 4 órán át van áram. Az ENSZ szerint ennek katasztrofális hatása lehet a koronavírus elleni védekezésre.